Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! Lépj be te is az elmentes övezetbe. Vigyázat! Hozzáadott színezőanyagot nem tartalmaz. Gábor! Hello! Jó reggel! Jó reggel! Hello! Itt akcióban. Bejöttem Feri fülében. Ugye? Ennyi. Őrület, mi? Figyelj, elég rémisztő. Zajlanak az események, hát sok fronton harcolunk. Elindultunk egy úton, értem, nem csak az egészséges táplálkozás, hanem a dohányzásmentes élet is. Minden beletünk. Ha vegás leszek, akkor azért lőjetek le. Nem, én megölellek, igen. Én annak azért fogok ölni, mert az a mennyiség, amit itt reggelenként el fogsz fogyasztani, az nekem is jutott majd némi morzsát. Igen. Egyébként, ha szabad hozzátenni, de nem okoskodás jelleggel, hogy a grapefruit, tehát a keserű ízű levek, aha, és a kinin, tehát ilyenkor segítenek, úgy általánosan is a keserű ízű anyagok, gyümölcsök, azok segítenek ilyenkor, tehát nyilván nem annyira az édességhez nyúlunk, mert ugye van egy igény, a boldogsághormon szint csökken, hogyha valami számodra fontosat ugye elhagysz, és ezt a boldogsághormon szintet igyekszünk ilyenkor valahogy pótolni. Visszatornázni, és a keserűtől lesz boldogsághormon? Nem, az igazából a vágyat csökkenti, kifejezetten a grapefruitlé, ananász grapefruitlé, de a banánban van sok szerotonin, általában a gyümölcsök segítik ezt a folyamatot, és a rostos termékek, tehát minden olyan finom... Roston sült hús. Ja, igen. Az egy jó hangzik. Ugye a vércukorszint beállítására most különösen figyelned kell, mert minden, ami fölborítja a vércukorszintedet, az ugye amikor inzulin termelsz, mondjuk egy cukrás vitamint megennél, inzulin termelsz, le fog csökkenni az inzulin a vércukorszinted, és már is vágyad lesz, nem csak arra, hogy egyél megint édeset, hanem hogy rá is gyújtsák. Ugye a vágyközpontban ezek össze kapcsolódnak, tehát itt a vércukorszinttel szerintem sok minden összefügg, tehát keserű dolgok, és cukorcsökkentés, és rostok, és a finomítás nélküli, tehát teljes őrlésű gabonák, és hoztam nektek ilyen krehem cipót egy kis ajvárra. Jaj, nagyon jó ide, jó. Tehát, hogyha valami számára fontos dolgot a Feri elhagy, akkor grapefruitré. Igen, grapefruit ananász. Na, ha ezt tudtad volna, a múltkor az alfa bal hátsó kerekét elhagy. Nem szoktam javasolni. Mert ez annyira szánalmas. Most ahogy is lassú vagy. Ez annyira szánalmas volt. Ananász egyébként is jó. Ananász, igen. A gyömbéres dolgok, a kinin, szulfát, nem írjálom. Akkor elmegyek gyömbért. Ja. Hozzal egy. Aha. Jó, vagy én meg hasogatok egy kis szulfát. Jó, de látom, hogy elfogyott, elmenjek kenyér. Na jó. Igen. Oké, rendben. Csap bele, itt egy tenyér. Nézel teniszt, Gábor? Igen. Ne! Igen, időnként követem. Hát amikor éppen nincs előadás, akkor követem. Komolyan? Érdekel a tenisz. Gyermekkoromtól kezdve, hát én André Agassin nőttem fel, mármint úgy, hogy figyeltem. Ő magas volt? Nem, szóval akkor nem rajta nőttél fel. Akkor még se volt. Sose volt magas. Csak azért kérdezem, mert úgy tudtam, hogy a tenisznél előnye magasság. Hát a Szerbánál mindenképp utána azért kevésbé. Agassin rendkívül robbanékony volt. Hát annak idején, mikor emlékszem, édesapámmal ültünk a tévé előtt, és néztük, hogy Edberg és a társai voltak még akkoriban. Hát változott a világ most már, annyi minden van, de hogy ez a viszonylag túlsúlyosabb hölgy, Williams, igen, ja, Serena, hihetetlen. Tehát ezt nem tudom elfogadni, vagy elhinni, hogy tud. Hogy valóban a testtel? Ott kuki van a szoknya alatt, én is mindig mondom, hogy az plusz 10 kiló minimum, és nem tudom, hogy az hogy tud. A szíve hogy bírja egyáltalán, hogy ez hogy működik. Gép van belül. Növekedési hormon. Valószínű. Igen. Persze, hát itt biztos, hogy kokszol. Hát akkor azt kimutatnák. Hát nézd meg a tesóját. Kiürül. Tehát ez jól ütött, hát de akkor tudom, hogy a sportoknál ugye egész évben vannak szúrópróbaszerű. Na még igen. Ez nem értek, csak úgy tudom. Jó, de az övőre én nem hatalált már semmi. Ütve fúróval se lehet vért venni tőle. Annyira lesz fog belőle. Annyira lesz fog belőle. A Navratilova ugye ez csont és bőr volt és izom. És milyen szép. Ugye? Igen, hát nem volt annyira szép. És milyen szép barátnői voltak. Igen, színes egyenisége volt a tenisznek. Igen, több szempontból színes bevállalta. Szóval valamilyen szinten követem, nem mondom, hogy állandóan nézem, követem, de elképesztő sebességgel működnek most már ezek a játékok, tehát szerintem élvezetes a tenisz. Igen. Na mit hoztál nekünk már a Gábor? Egy olyan kérdést hoztam, egy olyan témakört, ami szerintem sok embert érdekel, ez a centrális elhízás, magyarul a pocak. Hogy? Ez nagyon tetszik, egy újabb. Ezt tényleg ezt megdumáltátok, hogy ma cseszegessük Feri, üssük, vágjuk. Nem a Feri, de hogy is. Ez egy általános kérdéskör. Centrális nagyon, elhízás, ez nagyon sokan, nagyon sokan kérdezik, hogy egy hatalmas hasban mi van. Tehát, hogyha belenéznék, ha keresmetszhez megnéznék.
Ugye vannak ezek a sörhasú emberek, mert ugye olyan, hogy borhas, olyan nincsen. De sörhas van. Tehát, hogy mi az oka annak, hogy bizonyos italokhoz ugye társul a nagy has, és egyébként hozza is a tapasztalat, hogy aki sok sört iszik, mondjuk egyszer legurít, nem tudom, 2-3 sört, előbb-utóbb ugye megnő a has, és ami fontos, hogy nem csak zsírszövet, tehát én egy picit beletekintenék ebbe a kis sörhasba ezen a reggelen. Terifekű sör az asztalra. Szíz lesz, mert Ferinek nincsen sör gyakorlatilag. 20 éve nem ittam. Neki nem ez a tipikus, tehát hogy ez a sörhas, ez egy olyan érdekes dolog, én ezt megfigyelettem, hogy a hosszú évek során, amit édesapám mellett töltötte. Neki hogy, volt? Igen, neki volt, de az volt ugye a fura, hogy az ő hasa, az például nem egy ilyen ernyett, ilyen lelógó, ilyen hájas has volt, hanem egy ilyen nagyon feszes, kemény has volt, és neki nagyon jó testalkata volt egyébként, de mondjuk rengeteg sört fogyasztott, és nem volt hájas, hanem egy ilyen feszes, ilyen dobszerű volt. Igen. Hát erről beszélnénk most, hogy miből tevődik össze a pocak. Hát tulajdonképpen ez a kérdésünk, és akkor szeretném felsorolni, hogy mi történik velünk 30 éves korunk után. Ha valakinek esetleg úgy köszönnek, vagy úgy fogadják a rég látott rokonok, hogy te jól nézel ki, megemberesedtél, ugye ez mindig rosszat jelent, ez azt jelenti, hogy nagy hasad lett, meghíztál, stb. És én magam is sokat gondolkodok ezen, hogy mi történik velünk 30 éves korunk után. Lényegében elkezdenek kitágulni a beleink. Tehát a vékony bél, gondoljátok meg, hogy itt egy 7-8 méter hosszú csővezeték, egy izmos csővezeték állunk szemben, ami tágulékony, és az idő előre haladtával veszít a rugalmasságából, főleg a finomított ételek hatására, ugye a fehér kenyér, fehér liszt, cukros ételek hatására egyre inkább hát pegyhűt lesz a bél, és tágulékony. Ha ehhez valaki sört kezd el inni, vagy nem csak sört, szénsavas italokat, főleg evés után, ami pláne tágítja a gyomrot és a beleket, akkor szép lassan, és de láthatóan elkezd a hasfal tágulni. Ugye maga a hasfalunk is tágulékony, hogyha nem tolja vissza az előső hasizom, és az oldalsó hasizom, akkor elkezd a hasfal tágulni. Akkor is elkezd tágulni a hasfal, hogyha egyébként feszes. És itt a sörhas kérdés. Hogy a sörhasú embernek, ha megnéznénk, nincsen zsírhassa, úgy nézzük, hogy zsírpocak, zsírhas, hanem a kötőszövetek és a bélrendszer elernyett a sok szénsavtól. Ráadásul a sörben olyan mennyiségű a B-vitamin, és van benne ez a komló nevű anyag, komló árpamaláta, amit lazítják a beleket, és lényegében így jön létre, hogy a sörhas tulajdonképpen az ellazult, elernyett pegyhű kötőszövetek és a bél hatására, ugye kitágul az egész hasüri rész, és ha belenéznénk egy sörhasba, akkor nem csupa zsírt látnánk, hanem vizenyőt, nagy mennyiségű kötőszövetet, valamennyi zsigeri zsírt, és nagyon tág beleket. Azért ez nem hangzik túl jól. Ez nem hangzik túl jól. Tehát a szénsav tehet az egésztől? Nem csak a szénsav, ugye a szénsav egy része eltávozik a gyomorból, ugye kibüfögjük, más része oldva a belegben felszabadul. Ugye tudjuk, hogy egy kólát ugye elkezdünk kevergetni, egy idő után ugye a szénsav jó része eltávozik, de valamennyi mindig benne marad. De most az a bélben fog felszabadulni, és mindig ugye tágítja, feszíti a beleket. A széndioxid maga. Ezen kívül egyébként képződnek más bélgázok is. Rengeteg bélgáz van a bélben. Van, akinek például intoleranciája van tejre, szójára, tojásra, mogyóra, vagy nem tud róla. De a sörre folyamatos... soha nincs senkinek. Milyen érdekes. Nem, az ott mást okoz. Ott mást okoz. Egy hallgató nem fontosat kérdez közben, hogy melyik a jobb, a sörhas vagy a Pizza Hut? Hát, csak, hogy nem tudok erre válaszolni. Tudod, hát azért ez egy vidám műsor, azért néha szúrjunk be ilyeneket. Ez van visszaút, mert az ember azt látja egyébként, hogyha valaki egyszer elindult a sörhas útján, akkor abban valami nehéz visszajönni, tehát ezeket újra feszesíteni, lefogyni, és újra, hát nem azt mondom, hogy egy szábelűnek lenni, de vékonyabbnak lenni. Van visszaút. Egyébként ezt le is írják a szakirodalmak is, van visszaút. Hála Istennek az izomzat vissza tudja nyerni a tónusát. Ehhez kell a testezés, nem csak az egyenes felülés, sőt a szakma azt mondja, hogy alapvetően a hasizom gyakorlatok ezen nem tudnak segíteni. Döntően oldalsó ferdehas. Ne felejtsük el, hogy a hasunkat, ugye az oldalsó hasizmok is tartják, és az alsó hátizom. Aki nem kezd el hátizmokat erősíteni, ott nem lesz jó ferde oldalsó hasizom, és nem lesz előső hasizom sem. Tehát pusztán csak napi 100 felüléssel nem lesz megint a régi hasunk. Ki vannak tágulva a bele, ki van tágulva a hasfal, és ezt edzéssel és, tehát sporttal, és helyes táplálkozással, tehát teljes örlésű
termékek, és nem eszünk egyszerre sokat. Borzasztó fontos, hogy ettől tágul minden. Az egyszeri nagy étkezések, hozzáteszem, este tágulékonyabb a szervezet, mert már nincs annyira ugye, tónus este. Tehát aki este bevacsorázik, ott várhatóan nőni fog, jobban fog nőni a has. Ha valaki bereggelizik, akkor nem lesz nagy pocakja általánosan, de bevacsorázik, akkor igen. Nagyon jó. Átadjuk akkor majd a mi Gyulánknak ezeket a jó tanácsokat, mert Gyula az olyan Gyulával találkoztál már egyébként? Vele sajnos gyakran előfordul. Ő a Zsű, ugye? Ő a Zsű. Gyula az ilyen. Május 1-én mindig oda szaladnak a gyerekek, és belekapaszkodnak a lábába, mert azt hiszik, hogy hőlégballon. Ő az, aki időnként leszakadt jönni ide? Igen. És neki is egyébként bejön körbenézésre. Van, múltkor megette a szendvicsünket. És egy éhes megtámadta. Nem, de nagyon felajánlottam neki, hogy nyugodtan kóstolgatom. Múltkor megevett egy gyakornokot. Ha visszatérünk egy kicsit erre a has problémára, én mint az egyetlen érintett a csapatban, mert hát ugye a két egyszáb élő, meg én, hogy ezt értem, ezt a sörhas kérdést, de mi van azokkal, akik például, ha híznak, akkor elsődlegesen ide körbe végig. Hasra, oldalt, az úszógumik mennek föl. Miért oda rakódik rögtön a zsír? Ez a férfiaknál az alma típusú elnyitás, erre hajlamunk van. Tehát nem szeretném. Mindenkinek máshol van, akinek a popsia van, akinek a melle van, akinek a hasa. Férfiaknál android típusú elhízás van, nőknél ginoid, tehát körte típusú. Tehát a férfiak hasra híznak, egyébként a férfi genetikusan hasi légzést folytat. A nők mellkasi légzést, ez egy fontos dolog. Ugye a női szervezet védi a méhet, ezért a nőknek meg kell tanulniuk a hasi légzést, szülés, illetve szülés előtt várandóság idején nem, de utána igen, férfiak, mi szinte automatikusan a hasunk idézőjelbe, az alsó léghólyagba vesszük a levegőt, ha megnézitek, a férfiak döntő része, amikor lélegzik, akkor a pocakja megy előre, meg hát nőknél nem, nőknél a mellkas. Na most ezért nekünk, ugye az életünk folyamán az alsó légzésünk miatt a hasunk picit jobban fog tágulni, és a zsigerek közé szépen a zsír épül be. Az a baj, hogy ez hajlamosít magas vérnyomásra, cukorbetegségre, különböző metabolikus szindrómára. Jó hírem van, a hasi elhízás nagyon könnyen vissza tud kerülni az a zsír a keringésbe. Nőknél a popsira hízás nagyon nehezen, hogy ez bőrszövet alatti zsírszövet. Férfiaknál a hasűri szervekben ott a zsír nagyon könnyen, amilyen könnyen fölépül, az egy aktív zsírszövet, hogy nevezik aktív, tehát vissza tud jutni a keringésbe, és viszonylag könnyen. Például valaki elmegy futni, sportolni, ugye, tudjuk, hogy a futáskor mindenhonnan jön le a zsír, és ha valaki elkezd futni, fut mondjuk egy hónapig hetente háromszor, le fog menni a hasa jelentősen. Nem mondom, hogy teljesen, jelentősen. Miért? Mert a futáskor leégetett kalória a hasi zsigerek közül veszi el a zsírt. Pedig nem biztos, hogy hasizom gyakorlatokat végzett, elment futni, és a hasa egyszer lement. Ezért van az, hogy ezt tanácsolja a szakma, hogy aerób dinamikus testmozgás kell, és egyszerűen csökkenni fog a zsigeri zsírszövet. És a szívinfarktus, a magas vérnyomás is csökkenni fog. Ez a legelső lépés, hogy ezt csökkentjük. Hát ezért beszélünk olyan sokat arról, hogy teljes őrlésű, ugye itt a zab kérdési szó, a zabnak alacsony glikémiás indexe. Ugye például ott a sör, visszatérek a sörre, a sör gyorsan felszívódó szénhidrátokat is tartalmaz, kitágítja a beleket, és már építi a zsigerek közé a zsírszövetet. Egy alacsony glikémiás indexű zab, graham kenyér, rozs kenyér, stb. Nem épp így szövetet, mert ugye lassan felszívódó cukor. Ez itt a glikémiás index, ugye így nevezi a szakma, és az elhízás között alapvető összefüggés van. Hát de miért becsoda különbség van egy graham kenyér és egy korsósör között? Azért azt se felejtsük el. Ugye? Igen. Nagyon jó az előbbi is, na de az sörre nem lehet májkrémet kenni. Az miért van, hogy ahogy idősödünk, egyre könnyebben rakódik le minden? Nyilván kapcsolódik ahhoz, amit mondasz, de hogy ugye... A megereszkedett hasfal. Minden 30 évesen még ehet bármit, 40 évesen mozogsz, sportolsz, de azt látom én is baráti társaságokban, hogy már csak egy kicsit eszik többet, és azonnal sokkal gyorsabban lerakódik 40-45 évesen, mint mondjuk 25 évesen. Pedig ugyanúgy mozognak. Csökken az energiafelhasználás, minden szövet jobban megereszkedik, nincs rugalmassága, és ugye most elterjedt az a zselatin enni, de a zselatinevés szerintem nem hoz feszes kötőszöveteket. Zselatinevés. Igen, most elterjedt az, hogy zselatin kollagént kell enni, a kollagén
egy fehérje, de azt a szervezet millió más célra is felhasználhatja. Ráadásul a zselatin, ugye tudjuk, hogy miből készül, izgalmas dolgokból készül a zselatin. Viszont egy köles, egy vadköles szilícium tartalma feszesítesz, ugye. Férfiaknál lágy jégsérv elleni egyik nagy ellenszer a vadköles például. Annyi kovassav van benne, szilícium, hogy a lágy részeket feltölti erős szövetekkel a férfiaknál. Kívülről bedörzsöljük? Nem, ezt meg kell enni. A köles, vadköles, maga a szilícium, magas kovassav tartom. Vannak ásványvizek, szintén magas kovassavval. Hát férfiaknál ugye a sérv, amiatt alakul ki a, ugye a köldöksérv, lágyégsérv, hogy elkezd feszülni a pocak, a hasma nyomja vissza, és ez a nyomás hozza létre azt, hogy elkezd a kötőszövet ugye helyet keresni magának, és kitüremkedik a köldöknél, a lágyék részeknél, és elég sok férfinél, főleg férfiaknál ugye mennek sérvműtétre már 35-40 évesen. Míg intenzív rendszeres sporttal, megfelelő gyakorlatokkal, hasizom, külső-belső hasizom megerősítéssel, sportokkal, futással, edzésekkel és táplálkozással. A bélgázok, ugye az egészséges bélben képződnek úgynevezett gázcsatornák. Fehérliszt hatására a gázcsatornák, vagy cukrozott étel, finomított, hadd ne soroljam, ugye fehérlisztes pizzák, fánkok, elzárodnak a bélben a gázcsatornák. Talán emlékeztek, hogy babáink, illetve kisgyermekeinknél voltak ilyen szélcsövek, jól mondom? Igen. Szélcső. Igen. Náluk nem alakultak ki még a gáz, a szélcsatornák. Uh-huh. Felnőtt egészséges bélben már kialakultak. Ezt el lehet tömíteni. Ha eltömödik a gázcsatorna, egyébként, ha valakinek vannak egészséges gázcsatornái, akkor nem tolul föl a gáz, és nincsenek ilyen gázosodások, óvatosan fogalmazok, hanem szinte észrevétlenül távoznak el a gázok a szervezetből. És nem az észrevétlenül az barokkos túlzás, de hát igen, nem legalábbis nem tudják, hogy kitől. Diszkréten. De a gázcsatornák fontosak. Amikor a gázcsatornák eltömődnek, elkezd puffadni, és a has elkezd nőni. Hát ugye tudjátok, hogy a manökkenek, illetve az ilyen divat bemutatókon sétáló nagyon filigrán hölgyek ugye hashajtást végeznek pont amiatt, hogy ezek a gázok meg mindenféle eltávozzon, és minden kisebb legyen a hasuk, hogy ne látszódjon, és be is húzzák ráadásul a hasukat. Akkor a szénsavas ásványvizet, vagy a szénsavat sem javaslat, egy szóda a szénsavas ásványvizet? A csendes vizeket javaslom jobban. Ne felejtsük el, hogy a szénsavas vizek, minden, ami szénsavas, az oldott széndioxid föl fog szabadulni a vékony bélben. Ez növelni fogja a vékony bél keresztmetszetét. Jó, ne legyen ilyen indulatos azért, mert rádióműsorban van. Tehát inkább a kevés széndioxiddal ez több centiméterrel növelni fogja a hasunkat, ugye a haskörfogatót. Ez a szénsav. Ezzel együtt kell élni, aki szénsavas vizet, italokat fogyaszt, annak nőni fog a hasa. És azt a hasűrt, amit ez képez, kötőszövet és zsír fogja betölteni, előbb-utóbb elindul a pocak. Ugye erről beszéltem, ez a sörhas tulajdonképpen. Uh-huh. Kötőszövet, vizenyő és zsírszövet töltik ki, és ez a három adja magát a sörhasat. Ha látnánk, és ugye akkor megdöbbennénk, nem beszélve arról, hogy a bél lumen, ugye a bél keresztmetszet növekedésével, óvatosan fogalmazok, salakanyag tölti ki a szélesedő belet. El tudjátok képzelni, hogy ezáltal majdnem duplájára növekszik a vastag, a vékony vastagbél keresztmetszete, sokkal több lesz a salakanyag. Ezáltal sokkal több a gyök, és a rákkeltő anyag is a bélben. Ezért szoktunk ilyenkor, akinek nagy a hasa, ugye utifű mag, lenmag, cukorréparost, almakúra, lékúrák, sárgarépakúra, hogy kitisztítani ezeket a divertikulumokat, ezeket a bél megduzzadt, megvastagodott bélrészeket, és nem véletlen, ugye járt itt, úgy tudom, hogy Kecskés doktor és mások, akik erről beszéltek, és nem véletlen, hogy ők ezzel foglalkoznak, ugye doktorok, orvosok, gasztroenterológusok közül is nem kevesen beszélnek erről, úgyhogy a pocakról beszélnünk kell, ne szégyeljük, próbáljuk meg lecsökkenteni, és a hasűrű részeknél a hasizmokat és a kötőszövetet visszahúzni, a tónust helyreállítani, és szokták oktatni, hogy a behúzott has az nem hiúság, aki behúzott hassal jár, az egy olyan, az egy egészséges dolog, és a hasat úgy húzzuk be, hogy egy picit fölfelé, ugye, hogy visszahúzzuk, és tónust kap a hasizom. Tehát ne járjunk úgy, hogy most is, hogy ülünk, hogy kiengedjük hasunkat, és akkor lóg le a hasunk, hanem én úgy gondolom, hogy mi férfiak, ugye legyen tartásunk, gerincünk, és a hasat, ha nem is teljesen, de egyfajta tónust adva neki rendszeresen, egy ilyen behúzással, és segít abban, hogy ezt a tónust megtartsa a has. Hát, van meló. Van, most megint megkaptuk. Jó, ki vagy bukva egyébként Gábor a pocakos, akkor nem volt valami egy gyerekkori trauma, egy sörhasú nagybácsi esetleg, aki meglátogatott hátul. Bezárt a sötétés közben. Néha rád járt. Nem. Nem, mert én is elmúltam már 40, úgyhogy
nem is folytatom. Te mozogsz valamit? Mozogsz, nem? Hogy nem. Fut. Heti háromszor van foci, három különböző csapatban most járok focizni. Mindenhonnan kitesznek azért az új csapat, hogy... Mindenhol csak egyet játszol, vagy miért? Van ez a squash, amit időnként folytatok, és hát házi kis edzéseket is végzek. Hogy megy a squash? Hát nagyon-nagyon gyengén megy, mert... Szóval amikor valaki szervál, és utána a saját oldalára üti a labdát is, szóval elképeszt, és aztán útba is van, nem tudom, ez valahogy... De a jó lelked nem engedi, igen, hogy szóljál, ugye? Bármikor, Gába, ha gondolod, nagyon szívesen játszom veled. Tehát rám írsz, találkozunk, és szívesen elmegyek veled játszani. Egyébként egyedül fogok squasholni, rájöttem, mert egyébként egy kedves barátom mondta, hogy egyedül is lehet gyakorolni, sőt... Nem fognak abszolút nagyon hülyének nézni a pályán, csak picit el erre azért finoman készüljél fel, hogy nézzétek, ott a csávok egyedül squashol. Hoppá! Meg én válok, nem! Én! Mondom én! Nem. Meg azt nem értem, hogy a bíró dönti el a meccsen, hogy mi feltartás, mi eléggé szubjektív ez a fallabda, de hogy mondjam, edzésnek, meg verejtékezés, kifárasztásnak jó, de időnként a szabályokat nem mindig értem, tehát a falhoz közelütött labdát nem lehet visszaütni például, tehát miért nem középre ütjük, ilyen egyszerű volna a fallabda, tehát mindent a falhoz kell ütni, ez borzasztó, eltörjük az ütőt, szóval ezeket nem értem, hogy miért kell nehezíteni egy játékot. Mikor olyan aranyosan ellenlétek, ugye? Ezek jó, mintha felével beszélgetnék teniszt. Ez nagyon érdekes megközelítése. Nagyon tetszenek ezek a kérdések. Nagyon szívesen játszom veled bármikor. Jó, beszéljünk már. Én megedzek veled otthon. Na, mit szólsz hozzá? Milyen felszerelésed van? Egyenes vízvezetékcső a végén, diszperzites vödörökben kiöntött beton tárcsák. Gyermekkoromban ez volt, igen. Ugye? Ezek voltak a súlyzóink. Hát most már más, igen. Jó, hogy ne legyél egyedül tényleg, amikor rám írsz, hol játszol, merre játszol? Pest, Buda, Pesten, igen, ott a Duna Pláza körül van egy jó hely, oda megyek időnként, de 2-3 termet is már kipróbáltunk, mindegyik más. Jó, szóljál, tényleg, nagyon, tényleg elmegyek veled. Köszönöm. Szívesen, én meg szuper szertezem veled hetente kétszer akkor. Jó. Mit reggeliztél, Gábor? Kis főtt árpát ettem most. Jaj, de szeretlek, mindjárt megcsinálom. Gesztenyelisztel, amarántlisztel, kis zappelyhet tettem hozzám, úgyhogy ezeket fogyasztottam, és a kis okos liszteket, tökmagliszt, szezámliszt. Tehát ez most egy ilyen erőkása volt, amit fogyasztottam. Erőkása? Erőkása, és körtével, ne, és egy banánt is fogyasztottam hozzá. Házi szüleimtől kaptam baracklekvárt, hát így ilyen módon költöttem a reggelit most. Szoktál indulni cukisági versenyeken, Gábor? Szerintem nyernél. Amikor egyedül squasholsz, azt csak le kell fokozni. Ne indulj, adj esélyt másoknak is. Jól van, folytatjuk, Gábor. Örültem, hogy itt lehettem, köszönöm. Itt voltál, arccal a vékonyabb has felé. Akkor ez volt a mai műsorunk, ugye? Mottoja tulajdonképpen le a sörhasra. Gábor, köszi! Magyar hangok. Sebestyén Balázs, Rákóczi Ferenc és Vadon János. Hölgyeim és uraim, ez a Morning Show a Klassz FM-en.